Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Egyre szélsőségesebb az időjárás régiónkban is. Ennek okaival is foglalkozunk a mai adásban, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Munka a földeken, kezdetét vette az aratás. Klímaváltozás, mik okozzák a szélsőséges időjárást? Illegális városi versenyek, rendőrségi razzia a száguldozók ellen. Diplomaosztó az egyetemen, 587-en záróvizsgáztak sikeresen. A repce betakarítása már befejeződött, a búza aratását pedig a napokban kezdték meg Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A tavalyi aszályos év után idén már sokkal jobb a terméshozam, az ukrán gabona azonban felborította a piacot, így az továbbra is kérdés, milyen áron lesz eladható a hazai termény. Ilyen szépen virágzott a repce május elején Tímár közelében. Pásztor András, a szántóföld tulajdonosa már akkor bizakodó volt azt illetően, hogy amikor eljön a betakarítás, akkor is elégedettek lesznek a termény minőségével és mennyiségével. Nagyon gyönyörű terméség érkezik. Nagyon régen foglalkozom már repcetermesztéssel, hogy minden dolog passzoljon, hogy úgy mondjam, minden évben voltak gondok, de ez évben a vetéstől kezdve a téli telelés és a tavasz indulás, a tavaszi csapadékok eredményeképpen, mint által mögött is látszik, hogy nagyon gyönyörű a repce. Hát nagyon szép termést várunk, viszont még az aratás ugye hátra van, addig még sok minden érheti, jégkár, viharkár, volt már erre is példa, de mi bízunk benne, hogy ez évben ezt a szép termést be tudjuk eredményesen takarítani. Ez pedig így két hónap múlva be is igazolódott, a napokban fejezték be a repce betakarítását, amelyből egyébként 4200 hektáron termelnek a vármegyében. Az eredmény pedig átlagon felüli volt az idei évben. Valóban sikerült befejezni a repce betakarítást, hát az elmúlt évek legjobb eredményével 4,2 tonnát takarítottunk be hektáronként. Ez úgy gondolom, hogy a mi vidékünkön jó mennyiségnek, tehát jó termésen számít. Egyszerre több kombájn is dolgozik a 38-as főút mentén lévő búza földön nyírtelek közelében. Itt a hét elején már nem okozott gondot a nedves talaj, így meg tudták kezdeni a búza betakarítását. Az eddigi tapasztalatok alapján átlag feletti a terméshozam, és a termény minősége is kielégítő. Ez főleg annak köszönhető, hogy a tavalyi évvel ellentétben rendszeresen és éppen elég mennyiségű csapadékot kapott a fejlődő növény az előző hónapokban. Tavaly gyakorlatilag bő 50% termést takarítottunk be a nagy aszály miatt. Jelenleg nagyon jó termés mutatkozik. Azt kell, hogy elmondjam, hogy kezdve az őszi vetéstől egészen napjainkig a búza optimális időt kapott, tehát össze volt megfelelő csapadék, vetéskor jó talajmunka sikerült, tehát jó minőségben jó fajtákat elvetni. Tavasszal is a szükséges csapadékot megkapta a búza, nem szorult meg, és úgy néz ki, hogy hát itt is valóban, vagy valószínű, hogy rekordot fogunk betakarítani. Pásztor András hozzátette, a legjobb táptalajú területeken hektáronként a 8 tonnát is meghaladja a terméshozam, az átlag pedig 6 és 7 tonna között alakulhat a társaság kezelésében lévő földeken. Most már úgy látszik, hogy a korábban elfoglalt raktárak sem jelentenek gondot, lesz hol tárolni a betakarított terményt, annak ára viszont még erősen kérdéses. A gazdák abban reménykednek, hogy a világpiaci helyzet rövidesen változik, így a jelenleginél lényegesen jobb áron értékesíthetik a búzát. Az árakkal lehet gond, hisz egy nagy termés esetén is, hogyha nagyon alacsonyak az árak, ugye akkor az önköltség, hát lényegében mi úgy kalkulálunk, hogy ez a 6,5-7 tonna átlag, az gyakorlatilag egy nullát fog okozni. Ennek oka ugye igen magas input árak, elsősorban a műtrágya, vegyszerek, minden egyéb költségek, alkatrészek, stb. Tehát én úgy gondolom, ez már maga jó eredménynek számít. Csak ehhez még egy kell, hogy vevő kell. Hát jelenleg a vevők nem tolonganak. Bízunk benne, hogy ha ugye az összeadatás lezajlik, a világpiacon is felmérik a helyzetet, és én bízom benne, hogy javulni fognak az árak.
és hát mi szeretnénk egy 7-8 ezer forintos árat legalább elérni, én úgy gondolom, hogy az lenne tisztességes. A kukorica is szépen fejlődik a vármegye szántóföldjein, elegendő csapadékot kapott ez a növényfajta is. Ilyen időjárás, tényleg ennyi csapadék a tavasz folyamát, aki jár az utakon, látja, hogy nagyon szépek a kukoricák, ugye most szimereznek, most történik a beporzás, tehát gyakorlatilag van elég nedvesség a talajba. Hát sok függ attól, hogy ugye következő időszak hogy fog zárulni, illetve hogy augusztus elején is lehetséges még nagy melegek, az esetleg egy kicsit visszafogja, de nyilván ennek ellenére bízunk benne, hogy egy nagyon jó termés ez kukoricából is. Míg a tavalyi év az aszályról szólt, idén az év első felében inkább a túl sok víz volt a jellemző. Számos magyar települést sújtott villámárvíz az utóbbi hetekben, hónapokban, ez pedig nem csak komoly gazdasági károkat okozott, hanem emberéleteket is követelt hazánkban. Arról, hogy mi okozza ezeket a szélsőségeket, és hogy hosszabb távon mi várható, arról dr. Tömöri Mihályt, a Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézetének főiskolai docensét kérdezem. Jó estét kívánok, köszönöm. Jó estét kívánok. Az, hogy itt valami éghajlat és klímaváltozás van, az alig ha kérdéses, bár sokan még mindig tagadják, de hogy vajon ezt mi okozza, és mi az, amire számíthatunk, hol lesz ennek majd az a törésvonala, amikor már kénytelen lesz ezzel mindenki szembenézni, arról szeretném kérdezni. Azzal kezdeném, hogy a Föld éghajlata egy rendkívül bonyolult rendszer, és annak a kialakításában, módosításában is rendkívül sok tényező vesz részt. Ugye külön kell választanunk a természetes, illetve a társadalmi tényezőket, és még beszélhetünk a Földön, tehát a földi rendszeren belül, illetve a Földön kívüli befolyásoló tényezőkről. Ugye a Földön kívüli tényezőkön belül megemlíthetjük például a Föld napkörüli keringésében bekövetkező pályelem változásokat, módosulásokat, vagy a nap sugárzásának intenzitásában lejátszódó változásokat. Hogyha a Földön belüli tényezőket nézzük, akkor ugye az éghajlati rendszernek önmagában is van egy természetes ingadozása. De ezen kívül ugye figyelembe vehetjük még a vulkánkitöréseknek a hatását is, és természetesen ott van maga az emberi tevékenység is, ami megint csak ugye többféle módon alakítja, befolyásolhatja az éghajlatot. Ide sorolhatjuk például a felszínborítottságban bekövetkező változásokat, tehát gondoltunk itt az erdőirtásokra, vagy a mesterséges felszínek arányának a növekedésére, tehát ugye a településeknek a növekedésére. És természetesen ugye talán az egyik legfontosabb az az üvegházhatású gázoknak a kibocsátása. Ugye ezek fokozzák az úgynevezett üvegházhatást, ami ugye azt jelenti, hogy ugye a Föld légköre egyfajta energiacsapdaként működik, ami ugye azt jelenti, hogy szinte akadálytalanul átengedi a napból érkező rövid hullámú sugarakat, ezek ugye elérik a felszínt, a felszín elnyeri ezeket, ott az átalakul hősugárzássá, és ugye az üvegházgázok ezt a hősugárzást nem engedik eltávozni a világűr felé, tehát ugye fölmelegszik ettől a felszín, illetve a légkör. Tehát ugye az emberi tevékenység által a légkörbe kerülő üvegházgázok fokozzák ezt a egyébként természetes módon is megjelenő jelenséget. Meddig fog ez várhatóan menni, és mi lesz az a jelenség, amire azt fogja mondani az emberiség, hogy itt tényleg komolyan kell ezt venni, és betartani azokat az egyezményeket, amik ennek érdekében már korábban is megszülettek, csak valahogy nem vesszük komolyan. A tudományos életnek a szereplői már mondhatjuk azt, hogy évtizedek óta kongatják a vészharangot ezzel kapcsolatban, és a tudományosságon belül azt kell, hogy mondjam, hogy konszenzus van abban a tekintetben, hogy az elmúlt évtizedekben tapasztalható klímaváltozás egyik döntő tényezője az emberi tevékenység, elsősorban az üvegházhatású gázoknak a növekvő kibocsátása. Ugye valóban a közvélemény csak az elmúlt években kezd el igazán szembesülni ezzel a témával,
hiszen most már valóban, ahogy említette, az elmúlt években olyan súlyos időjárási események, katasztrófák következtek be, amit már mindannyian a bőrünkön érezhetünk. És ugye természetesen, mivel ugye a klímaváltozás az egy globális jelenség, ezért az azzal szembeni fellépés is csak globális keretek között lehet hatékony vagy hatásos. Ugye ebben a tekintetben nagyon fontos lépés volt a 2015-ös párizsi klímamegállapodásnak az elfogadása, amit az ENSZ-nek valamennyi tagállama aláírt, és ebben a világvezetői elkötelezték magukat abban a tekintetben, hogy korlátozzák az üvegházhatású gázoknak a kibocsátását, és szeretnék azt elérni, hogy a globális felmelegedésnek a mértéke az iparosítás kezdete, tehát ugye a 19. század közepéhez képest ne haladja maga 2 Celsius fokot. Ugye azt tudni kell, hogy jelenleg 1,2 Celsius fokos melegedésnél tartunk, tehát nagyon nagy erőfeszítéseket kell tenni a közeljövőben azért, hogy ez a 2 Celsius fokos érték ez tartható legyen. Ugyanakkor ezzel teljesen szembe megy az az érdek, ami a gazdasági érdek, tehát az egyes vállalatok kicsi, nagy szinten mindenki a saját profitjáért hajt. Mégis mi lesz ez a küszöb, amikor azt fogja tudni mondani mindenki, hogy igen, hátra kell lépnem egyel, és azt kell nézni, hogy mi lesz ezzel a bolygóval? Szerintem az embereknek a többsége egyre inkább érzi ennek a problémának a súlyosságát, és ugye azt láthatjuk, hogy sokan ugye elkezdték szigetelni a házaikat, lakásaikat, napelemeket szereltetnek föl azért, hogy csökkentsék az energiaszámlájukat, és ez természetesen nem csak a saját pénztárcájuknak jó, hanem az egész bolygónak is, hiszen hogyha energiát tudunk megtakarítani, akkor ezzel mérsékelhetjük az üvegházhatású gázoknak a kibocsátását is. Tehát ugye hozzá járulhatunk a klímacéloknak az eléréséhez. Tehát én azt gondolom, hogy a gazdasági ösztönzők a lehető leghatékonyabb eszközök annak érdekében, hogy el tudjuk érni ezeket a célokat, és hogy mérsékelni tudjuk a klímaváltozásnak a negatív következményeit. Igen, hát ez az energiafelhasználásban van most itt a rezsiválság kapcsán különösen előtérbe került, de hát addig, amíg az egész társadalom fogyasztásra ösztönöz, és vásároljuk a fölösleges dolgokat, addig ezek a cégek, akik ezeket a fölösleges dolgokat gyártják, ezeket gyártani fogja. Sajnos abszolút, tehát a fogyasztói társadalom és ez a berendezkedés nagy mértékben hozzájárul a környezet terheléséhez, rombolásához. Tehát alapvetően egy változtatásra lenne szükség. Leginkább szemléletváltásra. Így van, szemléletváltásra a fogyasztók részéről és a fogyasztói magatartásban, tehát ugye próbáljunk meg tudatosabban fogyasztani, vásárolni, és valóban csak azokat a termékeket vásároljuk meg, amire tényleg szükségünk van, hiszen minden egyes termék előállításához energiára van szükség, ami pedig megint csak ugye üvegházhatású gázoknak a kibocsátásával jár. Igen, de ez nagyon hosszú folyamat. És addig, amíg az ember azt gondolja, hogy hát én egy ember vagyok itt a 7 milliárdból, én nem fogom megváltani a világot, akkor miért fogjam vissza magam? Valóban, tehát egyenként nem sok mindent tudunk tenni a klímaváltozás ellen, de hogyha mind a 8 milliárd ember hasonló módon alakítja át a fogyasztói szokásait, akkor az már igenis számítani fog globális léptékben is. Vannak-e olyan jól működő szervezetek, akár Magyarországon, akik ezt a célt tűzték ki, ezt a fajta szemléletváltást? Például a Tudatos Vásárlók Egyesülete, vagy akár a Greenpeace-t is megemlíthetném, vagy a WWF Magyarországot. Tehát ugye Magyarországon is számos olyan
civil szervezet, nem kormányzati szervezet működik, amelyek a környezetvédelmét, a természetvédelmet tűzték a zászlajukra, és ők is ugye nagyon sokat tudnak tenni annak érdekében, hogy az embereknek a szemléletét próbálják megformálni, például ugye a fogyasztói magatartás tekintetében. De ugye akár a helyben működő civil szervezetek is sokat tehetnek ennek érdekében. És a Nyíregyházi Egyetem? Természetesen, ugye arról beszéltünk, hogy a szemléletformálás itt a kulcs, és én azt gondolom, hogy az oktatásnak, a nevelésnek nagyon fontos szerepe van a klímaváltozás elleni küzdelemben is, és ezt lehetőség szerint már minél korábbi életkorban el kell kezdeni. De természetesen mi is itt a Nyíregyházi Egyetemen, azon belül például a Turizmus és Földrajztudományi Intézeten belül, ahol a földrajztanárok képzése folyik, arra törekszünk, hogy a leendő földrajztanárokat felvértezzük például a klímaváltozással kapcsolatos ismeretekkel, vagy a környezeti nevelésnek a lehetőségeivel, és ezáltal ugye arra törekszünk, hogy olyan földrajztanárok kerüljenek ki, akik képesek ugye hatékonyan oktatni a jövő generációit ezzel kapcsolatban. Én azt látom, hogy a jövő generációja nagyon fogékony erre a kérdésre, hiszen őket már közvetlenül fenyegeti az, hogy esetleg ivóvízhiánnyal kell szembenézniük, vagy valóban olyan hőmérsékletek lesznek, ami az emberi egészséggel már összeegyeztethetetlen. Igen, abszolút én is ezt tapasztalom, hogy a jövő generációi, tehát ugye a jelenlegi fiatalok nagyon odafigyelnek ezekre a kérdésekre, hiszen tisztában vannak azzal, hogy itt az ő jövőjük a tét, és éppen ezért ők azok, akik a leginkább felszólalnak, fellépnek a klíma aktivizmus kapcsán is. És talán számon is kérik majd a mi generációnkat, hogy miért nem tettünk többet. Dr. Tömöri Mihály, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen. Heti rendszerességgel szervez razziát a rendőrség az illegális autóversenyek felszámolására. A közterületi kamerák felvételeit is vizsgálni fogják, valamint a közlekedési hatóságot is bevonják az ellenőrzésbe, hogy az átalakított, tuningolt járműveket kiszűrjék. A napokban Budapesten az Árpád hídon történt halálos baleset, amit egy 130-150 km/h sebességgel száguldozó autós okozott, aki átszakított egy szalagkorlátot, majd elütött egy kerékpár. A rendőrség ezzel az akciósorozattal a hasonló eseteket szeretné megakadályozni a vármegyében. Totál károsra tört az a két autó, amelyik egy hete ütközött össze Budapesten az Árpád hídon. Az egyik autós a hírek szerint 130-150 km/h sebességgel hajtott, ahol elütött egy kerékpárost is. A balesetben egy férfi elhunyt. A vármegyénkre sajnos az jellemző, hogy a gyorshajtásnál kirívó eseteink vannak a balesetek bekövetkezéséből megállapítottak alapján, de ennek elejét akarunk venni. Az elmúlt időszakban országos problémaként felmerült az illegális gyorsulási versenyeknek a szervezése, illetve az úgynevezett driftelés, ami a városban is jellemző. Gyakorlatilag ebből adódóan egy akciósorozatot, ellenőrzési sorozatot indítottunk el vármegyében is, melynek hatását úgy gondolom, hogy érezni fogja a város lakossága, illetve a megye lakossága, mert nem csak a vármegye székhelyének a részét ellenőrzik, hanem majd a vidéki városokban is végre fogjuk hajtani azokat az ellenőrzéseket, amiket kell az ilyen esetekben. Egy hete okozott balesetet egy autós a László és a Szegfő utca kereszteződésében. Itt is szerepet játszhatott a gyorshajtás. A rendőrség tapasztalatai szerint gyakran szerveznek illegális versenyt autósok a városi utakon. Főleg az esteli órákban szeretik a fiatalok méregetni az erőket, fitoktatni az erőket a gépjárművek esetében, illetve a motorkerékpárok esetében is. Ezt próbáljuk majd visszaszorítani, megelőzni lehetőségeinkhez képest. Mindent be fogunk vetni ennek érdekében, hogy ezeket megelőzzük. Ne legyen olyan tragédia, mint a Budapesten az Árpád hídon történt az elmúlt napokban, vagy korábban más városban is volt hasonló jellegű dolog. Nálunk azért nem jellemző az, hogy
szervezetszerűen van illegális verseny, de viszont azért előfordulhat, illetve van is ilyen lakossági jelzésekből adódóan, hogy lámpáknál adott utcakeszon megáll két autó egymás mellett, mondhatnám, hogy összekacsintanak, adhok jelleggel, eldöntik azt, hogy fognak egy versenyt nyomni, mondhatnám így, véghez vinni, ebből megpróbálják megállapítani, melyik autója jobb állapotú, mennyire gyorsabb, stb. Utána ezt vagy megbeszélik, vagy meg mindenki az Isten hírével, és elválnak az útjaik. Ez gyakorlatilag itt a Kert utcán korábban is mindig előfordult hasonló jellegű cselekmény, de akár északi körútot mondhatnám, akár a Pazonyi úti rész, gyakorlatilag itt a Vajú Ádám körútnak egy adott része, ahol egyenes szakasz és jó minőségű aszfalt van, hogy gyakorlatilag bármikor megjelenhet ez a jellegű tevékenység, cselekmény az állampolgárok részéről. A rendőrségi statisztikák szerint még mindig a gyorshajtás az egyik leggyakoribb baleseti ok a Vár megyében. Itt a gépjárművezetőknek a felelőtlenségét kell, hogy hangsúlyozzam ebben a dologba. Nem mérik fel azt, hogy ezzel milyen károkat tudnak okozni maguknak is, a családjuknak is, illetve más családoknak is, mert általánosságban az a tapasztalat, egy ilyen versenyszellemnél beszűkül a tudat, a látás, nem biztosan látják, hogy a környezetükben mi történik. Esti órákban is ugyanúgy lehet gyalogos, ugyanúgy lehet kerékpáros, ugyanúgy lehet egy kutyasétáltató, amikor elszaladhat az ebb, és bármikor megtörténhet a probléma, és ezzel tényleg óriási problémákat, akár tragédiát, vagy torkolat egy ilyen jellegű cselekmény, egy verseny, egy felelőtlen magatartás. Ezért szerveznek hetente ismétlődő razziát az egyenruhások, hogy kiszűrjék az alkalmi versenyzőket az utakról. Ezt heti rendszerességgel fogjuk végrehajtani az elkövetkezendő időben, a Vármegye területén is általánosság, illetve Nyíregyháza város területén, abból adódóan bemondjuk a közterületfelügyeletek a kameráit, szeretnénk azt igénybe vetni, illetve ezt igénybe vettük eddig is, és ezzel tudjuk egy értékelemző munkát végrehajtani, azért, hogy lássuk azt, hogy milyen mozgások vannak adott útszakaszokon. Ez is egy olyan ellenőrzési lehetőség a kezünkben, amit ki kell használnunk természetesen. A drónt mindenképpen, illetve a civil ruhás kollégáink is fogják járni az adott útszakaszokat, ahonnan érkezett lakossági bejelentés, hogy hasonló jellegű cselekményeket tapasztaltak, és ezeket megpróbáljuk felmérni, ellenző értékelő munka során pedig célirányosan szervezzük az akciókat. Természetesen a közlekedési hatóságnak a szakemberét is be fogjuk vonni ebbe a dologba, mivel itt a driftelés is azért jellemző lehet a városra is, illetve a vidéki településekre is. Itt az engedély nélkül átalakított különböző mahinált járművekre kell gondolni, amit majd a vizsgabiztosok meg fognak nézni, ellenőrizni fognak, át fogják vizsgálni, és ha kell, akkor berendelik frontkívüli műszaki vizsgára, vagy mi a rendőrség el fogja venni a forgalmi engedélyét. Természetesen mindig a tapasztalt jogsértésnek a mértékében tudunk szankcionálni és tudunk eljárni az intézkedéseink során. A 2022-es rendőrségi beszámoló adatai szerint tavaly 854 személyisérüléssel járó baleset történt a Vármegyében, amelyből 20 volt halálos kimenetelű. Volt kirívó esetünk, amikor nagyon nagy volt a sebesség, túllépés itt az 50 helyett, ilyen 130-140-es, volt korábban a lakópihenővezetben is megjelent a médiában. Inkább én azt szeretném elmondani, hogy a lakosság, akinek valamilyen ilyen jellegű tapasztalatai van, vagy negatív tapasztalata, ne a közösségi médiában mögé bűva fejtse ki a véleményét, hanem nyugodtan írjon a rendőrségnek szabolcs.mrfk@szabolcs.polisz.e-mail címre, vagy a 112-re tegye meg a bejelentését, és azonnal reagálunk lehetőségénkhez képest ezekre a cselekményekre, illetve ha tudnak rendszámot, akkor mindenképp jó időpont, helyszín, mert akkor próbáljuk szűkíteni ezeket a köröket, illetve azokat a helyeket, ahol ezeket a cselekményeket elkövethetik általánosságban a fiatalok, vagy egy-egy más felelőtlen magatartást tanúsító emberek. A rendőrség az akcióval szeretné csökkenteni a balesetek számát a Vármegyében. Átvették okleveleiket a Nyíregyházi Egyetem végzős hallgatói. A tanév végén összesen csak nem 600-an tettek sikeres záróvizsgát, szombaton pedig 444-en köszöntek el az intézménytől. Mellettük 24 egyetemi dolgozó, oktató és hallgató kapott kitüntetést. Teljes egészében megtelt a Kodályterem a Nyíregyházi Egyetemen. A talárok és a fejfedők a helyükre kerültek, a hallgatók és családtagjaik pedig büszkén várták, hogy a fiatalok átvehessék a dokumentumot, mely megszerzett tudásukról a tanúbizonyságot. Újfalusi Sándor búcsúzott a végzősök nevében az egyetemtől. Sándor levelező munkarendű képzésben szeretné folytatni tanulmányait, mivel elmondása szerint mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnökként jelenleg is el tud helyezkedni a munkavilágában. Arról, hogy mit jelentett számára az itt eltöltött 4 év, a következőképpen nyilatkozott.
Lezárása következik egy 4 éves időszaknak itt a Nyíregyházi Egyetemen. Hova tovább és milyen területen szeretnél elhelyezkedni, illetve mi volt az, amit ebben a 4 évben itt tanultál? A hova tovább kérdés, ez egy elég bonyolult még számomra is, pedig már itt van a kapu. Alapvetően úgy gondolom, hogy az első dolga most az elhelyezkedés lesz, ez a munkavilága lesz számomra az a hely, ami vár, de továbbiakban is szeretném folytatni a tanulmányaimat, valószínűleg egy levelező szakat fogok választani, amit munka mellett is megfelelően tudok majd végezni. Milyen szakon végeztél itt az egyetemen? Én mezőgazdasági élelmiszeripari gépészmérnök szakon végeztem, ez egy alapszak, és nagyon kevés helyen fordul az országban, de a Nyíregyházi Egyetemen hála jó Istennek még itt van. Miért ezt a szakot választottad a Nyíregyházi Egyetemen? Hát úgy gondolom, hogy önmagában a gépészmérnök is egy elég széles spektrum, de mezőgazdasággal és élelmiszeriparral is tárul, vagy olyan széles spektrumot fed le, hogy nem gondoltam, hogy bármikor is hiányt fogok szenvedni a jelentkezési helyekben, és ez így is alakult, hiszen most konkrétan 1000 helyről válogathatok, mert akkor a munkahelyű hiány ebben a szakmában. És az egyetemi élet tekintetében, vagy ami pluszt még adott ezen túl az egyetem, az mi volt a te életedben? Az a Nyíregyházi Egyetem, én ezt már sok helyen elmondtam, ez család, nekem ez az otthonomat jelenti, és nagyon sokan így vagyunk vele. Ez valóban nem egy nagy létszámú egyetem, de egy elképesztően családias, otthonos hely, és pont ennek köszönhető az is, hogy ennyien kapnak most diplomát, mert senki nem vesz el, mindenkinek megvan a saját kis otthona, és mindenkinek megvan a saját kis támasza is, ami nem engedi, hogy visszaessen, mint máshol ez megtörténik. A világ változik, de a tudás örökérték marad, fogalmazott Szabó Tünde. Az Észak-Kelet-Magyarországi Gazdaságfejlesztésért felelős kormánybiztos azt mondta, egyre többen választják a Nyíregyházi Egyetemet, hiszen az kimagasló regionális tudásközponttá alakult az évek alatt. Nyíregyháza egyetemi életéhez kapcsolódóan mindig örömteli részt venni, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy ez az intézmény a jövő egyik kiemelkedő szellemi erőforrása, amely rendkívül szilárd közösséget alkot, valamint beszélő és híres, folyamatos értékteremtő tevékenységet képvisel. Habár a világ mindig változik, a tudás örökre érték marad. Közismert, hogy a nyíregyházi tanítás és a tudás és kutatás eredménye döntően befolyásolja a térségünk és hazánk nemzetközi versenyképességét. Így az itteni elhivatottság példája iránytűt jelent a fiatal generáció számára. Szeretném kiemelni, hogy a végzős hallgatók egy olyan intézménytől vehetik át oklevelüket, amelynek diákjainak nagyjából 60%-a a régióban marad és helyben találja meg a munkahelyét is. A köszöntőket követően díjazták az egyetem oktatóit, dolgozóit és hallgatóit. Az angol nyelvű előkészítő programot sikeresen elvégzett nemzetközi hallgatók is átvehették okleveleiket. Az egyetem rektora Szabó György beszédében ezzel az útravalóval engedte útjára a hallgatókat. Az üzenet az annyi lenne a következő generáció, a felnőtt életbe kilépő hallgatóink számára, hogy legyenek büszkék az itt szerzett diplomára, ne higgyék azt, hogy egy életre minden tudást magukba szívtak, tehát ez az egész életen áttartó tanulás ennek a generációnak a számára trivialitás kell, hogy legyen. Vallják is ezt nagyon sokan, akár a mi intézményünkbe, akár érdeklődési körüknek megfelelően más intézménybe. Fontos, hogy továbbképezzék magukat. Ez lenne az egyik nagyon fontos üzenet, a másik pedig az értelmiségi léttel kapcsolatos. Tehát önmagában a tudás, az, ha én kiváló informatikai, matematikai, pedagógiai készségeket sajátítottam el, de ennek az erkölcsi morális háttere nem épült be az én személyiségembe, akkor nehéz életem lesz, meg kell tanulni, boldog életet élni, a környezetünket felemelni, tehát szinte minden szakma, minden szakterület, aki számára mi itt diplomát adunk ki, nagyon fontos szerepet tölt be a térség életébe, értelmiségiként a itt élőknek az életminőségét kell javítani, úgy, hogy a saját maguk teljességét és ebben megtalálják. Vinnai Győző köszöntőbeszédében elmondta, nem aggódik amiatt, hogy a megszerzett tudást nem lesz hol kamatoztatni, hisz Észak-Kelet-Magyarország soha nem látott fejlődés előtt áll. Soha nem látott fejlődés előtt áll Észak-Kelet-Magyarország, mondhatom, hogy ez a tenger, ez a Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc tenger, egyre több befektető, egyre több magyar vállalkozó
ebben a térségben. A Nyíregyházi Egyetem szenátusa által adományozott kitüntetéseket az oklevélátadó ünnepség keretében vehették át az egyetem dolgozói és hallgatói. A búcsúztatókat követően a végzett egyetemisták léptek a színpadra, és egy készfogás kíséretében átvették a képesítésüket igazoló dokumentumot. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb friss műsorral jövő hét hétfőn jelentkezünk. Várjuk Önöket akkor is a képernyő elé. Viszontlátásra!